Tegnapi nap folyamán rendezték a profi labdarúgók első futgolf kupáját. Vendégem az egyik szervező, Hámori Ferenc. Szerbusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mit érdemes tudni elsősorban a futgolfról, ami a labdarúgás és a golf ötvözete? 2009-ben indult Hollandiából ez a játék, és elég nagy népszerűségnek érvend most már világszerte. Mi azért jöttünk létre, mint egyesület, hogy szeretnénk Magyarországon még népszerűbbé és ismertebbé tenni ezt a játékot. És mennyire fogadják jól ezt a sportágat idehaza? Szeretik a labdarúgók, illetve a golfpályák mennyire örülnek, hogy labdarúgók mennek a pályáikra? Tegnapi rendezvényünk kapcsán, amit az első Market Kupa megrendezésre került, úgy vettem észre, hogy a profi labdarúgók nagyon pozitívan fogadták, nagyon jól sikerült a rendezvény. Illetve hát a golfpályák felé is próbálunk nyitni, mert az összes golfpálya tulajdon is meg volt hívva erre a rendezvényre. Volt is, aki elfogadta, köszönjük szépen a meghívást, és egy ilyen nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk azzal a pár emberrel, aki részt vett ezen a rendezvényen. A golfpályák egy kicsit még óckodnak ettől, de hát ezen dolgozunk, hogy minél több helyen az országban elérhető legyen ez a játék. Mi az, ami elsősorban gondot jelent nekik? Rengeteg olyan tévhit van ebben, meg olyan hallomás, amit próbálunk mi itt már eloszlatni. Elsősorban itt a játék etikettje az, ami ugye nagyon szorosan kapcsolódik a golfhoz, mind a játék szabályozata, és az etikett rendszere is egy picit távol áll a labdarúgástól. Ezt mi viszont nagyon szigorúan betartatjuk a saját játékosainkkal ezeket az etikett szabályokat, és azt gondolom, hogy akkor a golfpályák is nagyobb örömmel fogadnak majd minket. Illetve hát a másik problémájuk az, hogy tönkretesszük esetleg a magát a golfpályát, de mivel olyan cipőbe játszunk, ami abszolút fűbarát, ezért ezt a problémát is át tudjuk hidalni. Mennyire működik idehaza a szervezet keretek között a futgolf? Van-e már szövetség? Hány klub van? Bejegyzett klub egy darab van Magyarországon, illetve mi vagyunk a második klub, aki hivatalosan is részt van. Magyarországon jelenleg működik. Elég bonyolult és nehéz szövetséget alapítani a magyar jogszabályok szerint ma Magyarországon. Ezen dolgozunk, hogy minél hamarabb és gyorsabban elérjük ezt a pozíciót. Azért is, mert nemzetközi szinten is szeretnénk a futgolf életben részt venni. Mi az a kitétel, amit teljesíteni kell? Hát első lépcsőben szövetséget kéne alapítanunk, de ehhez elég szigorú szabályok vannak, illetve hát több évnek el kell tennie, bajnoki rendszert kell üzemeltetni, játékos képzés, bíróképzés, stb. Tehát elég komoly előírásai vannak, hogy szövetséget alapíthassunk. Ettől függetlenül, vagy ezzel párhuzamosan mi azért az Európai Szövetség megalapításában mindenképpen szeretnénk részt vállalni, és fölterjesztettük már itt a nemzetközi kapcsolatainknak, hogy szeretnénk, hogyha Détári Lajos valamilyen szerepkört kapna, nem valamilyen szerepkört, hanem az Európai Szövetségben az elnöki pozíciót elfoglalhatná. Beszéljünk kicsit a szabályokról és a felszerelésről, mennyire üt el a golfban használtaktól? Mint ahogy az előbb említettem, az etikett szabály az teljesen hasonló, tehát egy ilyen galléros pólóban, kicsit hosszabb rövid nadrágban, illetve hosszú sportszárban kell játszani, elnyúlt talpos cipőben. Ezen kívül egy normál méretű, ötös méretű futballabda szükségeltetik hozzá, úgyhogy elég kis beruházással is ezt a játékot játszhatóvá lehet tenni. Itt is ugye, hogy mind a golfban megvan szabva, hogy egy pálya hány rugásból teljesítendő, és akkor ehhez képest, aki kevesebb vagy többel rugja be, akkor úgy helyezkedik el a ranglétrán. Így van, ugyanarról szól, mint a golf. Egy adott pozícióból, nekünk elrugó helyről kell a labdát minden kevesebb rugással a golfpálya túloldalán lévő golflukba eljutatni, ami nyilvánvaló, hogy egy picit nagyobb, mint a golfluk, hiszen nehéz lenne a futballabdát betuszkolni a golflukba. A tegnapi kupa során láttam egykori, jelenlegi NB1-es játékosokat, a női válogatott tagjai ott voltak, voltak kapusok, csatárok. Ki az, aki jobban tud érvényesülni a futgolfban? Hát itt elsősorban szeretnék köszönetet mondani a kluboknak, akik elfogadták a meghívásunkat, illetve a játékosoknak, akik eljöttek. Szerettünk volna egy olyan spalettát felhozni erre a versenyre, itt a lányokon keresztül, illetve az idősebb labdarúgókon keresztül, illetve a profi labdarúgókon keresztül, bemutatni ezt is, hogy gyakorlatilag minden korosztály játszhatja ezt a játékot. A lányok elég jól szerepeltek, volt olyan neves, volt válogatott labdarúgó is, akinél jobb eredményeket értek el most a név nem fontos, hogy kinél, de szóval a lányok is nagyon szépen teljesítették a pályákat. Azt azért mondjuk el, ki nyerte meg a versenyt? Az MTK fiatal, Hidvégi Sándor, úgyhogy gratulálunk neki ezután is, úgyhogy az első Market Kupa az ő
kezébe kerül. Említetted, hogy külföldön indult 3 éve ez a sportág. Rendeznek már Európa-bajnokságot, a világbajnokságot belőle? Így van, Magyarországon már rendeztek világbajnokságot, ami inkább azt mondom, hogy az európai csapatok részvételével folyt, illetve hát mivel nincs még ennek hivatalos szövetségesen, világszövetségesen ennek az a játéknak, tehát tényleg gyerekcipőben jár még világszerte is, ezért ez inkább egy ilyen félhivatalos verseny volt, de ettől függetlenül az is egy nagyon szép rendezvény volt, illetve hát ott is magyar sikerekről lehetett csak beszámolni. Ha idehaza valaki a szabad idejében ki akarja próbálni a futgolfot, akkor hol tudja ezt megtenni? Örülök, hogy kérdezted. Megnyílt most ennek a versenynek kapcsán is nagyon nagy köszönet a Budapest Akadémia Golf vezetőinek, illetve üzemeltetőinek, hogy beengedték a futgolfot a pályájukra. Úgyhogy a 3. kerületben most már jövőre, illetve 2013-tól ugye játszhatják Budapesten is ezt a játékot. A nagy közönség előtt is nyitott lesz ez a pálya. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.